Már szeptembertől iskolaőrség vigyázhat az oktatási intézmények biztonságára, ha a parlament megszavazza a kormányjavaslatát. A cél az iskolai erőszak megfékezése. Az iskolaőröknek fegyverük nem lesz, de szükség esetén használhatnak kényszerítő eszközöket. Azért kezdeményezte a kormány az iskolaőrség felállítását, mert az utóbbi időben egyre több tanárt, illetve tanulót ért támadás az iskolában. Az esetekről gyakran mobiltelefonnal készített felvitelek kerülnek ki a világhálóra, ami az érintett tanárt vagy bántalmazottat megalázó helyzetbe hozhatja. Bicskával támadt osztálytársára egy hatodik osztályos diák tavaly ebben az Óbudai Általános Iskolában. A fiú a kést csak az időközben kiérkező rendőröknek volt hajlandó átadni. A következő tanévben már nem kell hívni a 112-t, helyben lesz a segítség, ha az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát az iskolaőrség felállításáról. A tervek szerint a rendőrség állományába tartozó kiképzett, arányos kényszerítő eszközök használatára is feljogosított iskolaőrök vigyáznak majd a diákok és a pedagógusok biztonságára. Én úgy érzem, hogy ha nem fog intézkedni önmagában a jelenléte is sokat fog segíteni az iskolákban, feltétlenül örülök ennek az intézkedésnek, azt hiszem, hogy a vezetőtársaim és kollégáim nevében nyilatkozhatok erről, nekünk biztos, hogy nagy segítség lesz, és biztonságérzetünket nagy mértékben fogja javítani. A tervek szerint kezdetben 500 alap- és középfokú köznevelési intézményben lesz iskolaőrség. Azon iskolákban fogja megkezdeni működését az iskolaőrség, amely iskolákban erre igény van, és amely iskolákban erre szükség van. Nyilvánvalóan volt egy előzetes tájékozódás, és az induló létszám, illetve az a keret, amiben a kormány gondolkozik, az egy 500 fős iskolaőrségről szól. Az iskolaőrség felállítása mellett a tervek szerint a büntethetőségi korhatárt is csökkentik a tanárokat bántalmazó tanulók esetében. Így, mint például az emberölés vagy a rablás esetén az új BTK hatályba lépése óta már 12 éves kortól büntethetővé válhatnak az iskolai erőszak elkövetői. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta, hogy a törvényjavaslat értelmében egy évig nem kap majd családi pótlékot az a szülő, akinek gyermeke tanárra támadt. Indokoltnak tartjuk, hogy ha valaki bűncselekményt követel, itt különösen egyébként tanárok ellen elkövetett bűncselekményről van szó, akkor ott az állam a nevelés támogatására fölöslegesen költött. Tehát ezt az intézkedést legfeljebb abból a szempontból lehet kritizálni, hogy miért nem tettük már meg korábban. Ha az országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, szeptemberben már munkába is állhatnak az iskolaőrök.